Már az ókorban is gyógynövényként tartották számon, élettani hatásainál pedig csak jellegzetes zamata jobb. A málna nagyüzemi termesztése az 50-es években indult meg hazánkban, háztájiként is nagyon kedvelt volt. Népszerűségét mutatja, hogy az ültetvények területi növekedésével 1991-ben a 10 legnagyobb málna termesztő közé került Magyarország. Az elmúlt években azonban ez a tendencia nagyot fordult. A málna termő ültetvények területe mára a 200 hektárt sem éri el. A folyamatos csökkenés okai a szakemberek szerint összetettek. Egyrészt ugye a klimatikus viszonyokat a málna már nem igazán bírja Magyarországon. Az utóbbi években nagyon felerősödött az a probléma, hogy a erős napsugárzást és a szélsőségesen meleg periódusokat nagyon nehezen viseli a növény. Ez nyilván a teljesítményére is kihatással van, tehát már nem igazán lehet jó hozamokat elérni. A másik a része pedig az, hogy a málna az egy nagyon munkaerőigényes kultúra, hogyha a betakarítást nézzük, és hát egyre nehezebb a munkaerőnek a biztosítása, mind a létszám, mind a munkaerő minősége komoly problémákat okoz az utóbbi években, nem csak a málna termesztőknek, hanem gyakorlatilag a teljes kertészeti ágazatnak. A hozam visszaesése az ültetvények csökkenésénél is jelentősebb. Míg 1991-ben 27.800 tonna volt a betakarított mennyiség, addig idén az 1000 tonnát sem érte el a leszüretelt málna súlya. A drasztikus változások drasztikus áremelkedést is hoztak. Jelenleg 4000 forint körüli összeget kell fizetni egy kiló málnáért. Azt gondolom egyébként, hogy a áremelkedésben komolyan szerepet játszott az, hogy megjelentek a piacon a globalizációnak köszönhetően a harmadik országból származó áruk, tehát itt nem is a spanyol vagy az olasz málnára gondolok, hanem az Európai Unión kívülről érkező, és általában ugye nem szezonban érkező árura, itt a chilei, a perui termesztés termékei. Szakemberek szerint az itthon megtermelt mennyiség tovább csökkenhet, ami azért is problémás, mert már a jelenlegi hozam sem fedezi a hazai igényeket. Az étkezési málna belföldi termesztésében az utóbbi időben megjelent fóliasátras termelés jelenthet némi kiutat, mindaddig, amíg a fogyasztók is hajlandóak kifizetni a lélektani határhoz közelítő árakat.